Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Karcagváros Önkormányzat képviselő testülete nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ünnepi önkormányzati ülésünkön, amelyet állami ünnepünk és államalapító Szent István királyunk emlékére tartunk. Tisztelettel köszöntöm a képviselő testület tagjait, a kitüntetésben részesülő vendégeinket, hozzátartozóikat, az itt jelenlévőket és a televízió nézőket. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem F. Kovács Sándor urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat. Köszöntöm dr. Berkó Attila urat, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal főispánját, ünnepi ülésünk szónokát. Köszöntöm Hodos Julianna hivatalvezetőasszonyt, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal karcagi járási hivatal vezetőjét. Köszöntöm Gyurcsek János alpolgármester urat, Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, Rózsa Sándor jegyző urat. Köszöntöm jelenlévő díszpolgárainkat, Pro Urbe díjjal kitüntetett vendégeinket és kedves családtagjaikat. Ünnepi önkormányzati ülésünket ezennel megnyitom. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt hölgyeim és uraim! Új kenyér szentelése, az új kenyér megáldása következik. Az új kenyeret megszenteli főtisztelendő Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos, valamint megáldja nagy tiszteletű Koncz Tibor, a nagykunsági református egyházmegye esperese. Kérem Önöket, álljanak fel!
ünneplő közösség, szeretettel kérem önöket, hogy mégis foglalják el a helyüket. Mielőtt ugyanis ezen a csodálatos alkalmon, ami az államalapítás, illetve az új kenyér közös ünneplése a számunkra, szeretnék önöknek néhány gondolatot elmondani az áldó szavak előtt. Kegyelem, irgalom és békesség a Szent Háromság Istentől. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Szeretett jelenlévők, Sajó Sándor evangélikus költő, pedagógus 1919-ben írt, melankólikus, sőt, apatikus kezdetű versét, a végén reménységben és hitben kicsúcsosodva fejezi be. Az első világháború után vagyunk, és a Trianon előtt. Ez a címe ennek a bizonyos versnek, hogy magyarnak lenni. És én szeretném, mielőtt megáldanám az új kenyeret, néhány sorát felolvasni. Szerintem 2022-ben nagyon aktuális. Én népem, múltba vagy jövőben néz, magyarnak lenni oly bús, oly nehéz. De túl minden bún, minden szenvedésen önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni, büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy meg van írva. Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök honszerelmét, féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön örökre. A Bibliát szeretők, illetve a költészetet kedvelők bizonyára felismerik. Ebben a néhány sorban egyfelől Péter apostol mégis hitének a bátorságát, valamint Ady Endre muszáj herkulesének a dacosságát. 2022 aszály háború árnyéka. Ha van idő, hogy szükségünk van erre a dacos, mégis hitre, az Isten gondviselő szeretetébe való reménykedésünkre, az most van. Én a következőkben szeretném elmondani tehát az áldó szavakat. Arra kérek mindenkit, aki egyetért az áldó szavakkal, a legvégén mondja utánam ezt a szót, hogy ámen, ami azt jelenti, hogy úgy legyen. Na most kérem, hogy mindenki emelkedjen. Áldott az Úr, aki ért kalászt lengetett nagykunság mezején. Dicsőség a Teremtőnek, aki erőt, képességet adott a magvetőnek, az aratónak, a molnárnak és a péknek, mindenkinek, aki a termesztésben és a termelésben részt vett, hogy mi most az új kenyér illatával és ízével eltöltekezhetünk. A kegyelmes Isten áldja meg a magyar kenyérrel élőket határainkon belül és azon túl, de különösen is Kárpátalján. A mi gondviselő Istenünk segítsen minket, hogy ne legyen kenyér gondja egy magyar családnak sem. A Teremtő Isten parancsoljon a szeleknek, hogy a következő 12 hónapban mindig időben érkezzenek fölénk az esőfelhők, és azok áztassák a mi drága földünket. Segítsen meg minket a mindenható, hogy békében, békességben, gazdagságban, vidámságban üljünk asztalainknál. Adjon nekünk az Isten szorgalmat, hogy mindenki a maga kenyerén élhessen az előttünk álló egy esztendőben. Az üdvözítő Isten segítsen belátnunk, hogy Krisztus az élet kenyere, aki az úrvacsorában, az eukarisztiában lelkünket táplálja az örök üdvösségre.
Cselekedje meg a kegyelmes Isten, hogy ahogyan ő hűséges volt hozzánk, nemzedékről nemzedékre, így legyünk mi is hűségesek ő hozzá. Ebben kövessük Szent István királyunkkal kezdődően őseink példáját, akik a tatár, a török dúlás idején is vallották magyarságukat és hitüket, mutatva nekünk az utat most, amikor a szellemi és lelki tatárok és törökök támadásai keresztüzében létezünk. A Krisztus Jézus nevében. Amen. Tisztelt ünneplő közösség, kérem foglaljanak helyet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves televízió nézők, tisztelt ünneplő közösség, tisztelettel felkérem dr. Berkó Attila főispán urat ünnepi beszéde megtartására. Tisztelettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a meghívást, megtisztelő önökkel együtt ünnepelni ezen a magyar nemzet számára és számunkra oly fontos nemzeti ünnepen. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer, és mindenkinek jó egészséget kívánok. Tisztelt képviselő úr, miniszter úr, Esperes úr, Plébános úr, tisztelt képviselőtestület, kedves kollégáim, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napon. És egy-két gondolat kapcsán engedjék meg, hogy szót szóljak a mai nap ünnep jelentőségéről. A magyar államalapítás ünnepén egyszerre kell emlékeznünk a múltra, és egyszerre kell tekintenünk a jövőbe is. Több mint 1000 esztendővel ezelőtt elődeink keresztény és független magyar államot teremtettek. Keresztényt, mert tudták, érezték, hogy a hitnek teremtő ereje és megtartó ereje van, függetlent, mert csak egy független állam tudja biztosítani a legfontosabb küldetését, megfelelő védelmet és oltalmat nyújtani az országában élőknek. A magyar nemzet legnagyobb ünnepén emlékezzünk államalapító királyunkra, Szent Istvánra. Ő megtanított bennünket arra, hogyan teremthetünk magunknak otthont Európában. Olyan otthont, amely védelmet és biztonságot ad, de a védelem és biztonság mellett természetesen folyamatosan építeni és védelmeznünk kell ezt az országot. Szent István mert változtatni a szokásokon, képes volt megújítani az államot.
A kor kihívásaihoz képest átigazította a közigazgatást, létrehozta a vármegye rendszert. Az, hogy hamarosan visszaállítjuk ezt a jogintézményt, hamarosan úgy hívják megyünk egyénket, hogy Jászlajkon-Szolnok vármegye, az egy biztosíték arra, hogy az alkotmányos hagyományai egyformában is tovább éljenek. A vármegye szó használata a nemzeti összetartozás eszméjét, közös történeti emlékeik megőrzését és egyben a magyar demokrácia nemzeti karakterét is erősíti. Az ispáni rendszert és Szent István korától tudjuk nyomon követni. Napjainkban pedig ismét visszatért ez a közjogi rendszerben ez a megnevezés, az egyik legősibb és legmagyarabb tisztség. Büszkén viselem ezt a nevet, büszkén teszek eleget ennek a feladatnak, tisztelegve a magyar történeti hagyományoknak, a magyar közigazgatás története előtt. Tisztelt karcagiak! Augusztus 20-a a nemzet megmaradás ünnepe. Legyünk büszkék arra, hogy nagy elődeink nyomdokain járhatunk, de érezzük azt a felelősséget, ami ezzel jár. Büszkén kell vállalnunk múltunkat, és soha ne feledjük, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. A mai világban különösen fontos, hogy legyenek identitásbeli kötődéseink, hogy érezzük, tartozunk valahová. Önök karcagiak őrzik és ápolják hagyományaikat. Büszkék múltjukra, jelenükre és jövőjükre. Tudják, hogy ezen a szikes földön mindig mindenért meg kellett küzdeni. Éppen ezért megbecsülik a megteremtett értékeket, megteremtett autonómiát. Tisztelt ünneplők! Immár több mint 1000 esztendeje Magyarország az otthonunk. Egy olyan ország, amelynek sokszor kellett nehézségekkel szembenéznie. De ezekből a nehézségekből a nemzet összefogásával, az együttgondolkodással mindig győztesként kerültünk ki. A nehézségek, a válságok, a járványok most sem kerülnek el bennünket. Először egy korábban soha nem tapasztalt vírus, majd egy szomszédunkban zajló háború és annak gazdasági következményei állított és állít jelenleg is nagy kihívás elé bennünket. Ugyanakkor a migráció, az energiaválság és az agráriumot sújtó aszály is jelentősen megnehezíti mindennapjainkat. A pandémia idején viszont megmutatkozott, hogy a bajban számíthatunk egymásra, hogy mi, magyarok, képesek vagyunk összefogni, a másikat támogatni. A magyar kormányzat is ennek szenteli a munkáját, segíti a bajba jutottakat, a veszélybe kerülteket, az állásukat vesztőket, a vállalkozásokat, és ugyanígy segítik az emberek egymást is. A háború okozta gazdasági bizonytalanság leküzdéséhez felelős családpolitikával, rezsivédelmi intézkedésekkel és az ástop rendszerével kaptak mentővet a magyar emberek. Ezekben a napokban sem szűkölködünk feladatokban, hiszen a csapadékszegény időjárás miatt történelmi asszállyal kell megküzdenünk. A hazai termőföld több mint 1 millió hektár területen teljesen kiszáradt. A búzánál elkönyvelt terméskiesés térségünkhöz közel lévő területeken is a kukorica állomány gyakorlatilag megsemmisült. Az alföldi területeken a gyepek teljesen kisültek, a gazdálkodók nem tudnak legeltetni, nem tudnak a téli takarmányról gondoskodni. Ebből a borzasztó nehéz helyzetből is csak összefogással, egymás segítségével tudunk kilábalni. Elismeréssel adózok megyénk gazdái előtt, hiszen a nehézségek ellenére a Magyarok Kenyere programban is jelentős számban vettek részt, és a korábbiakhoz képest ugyanolyan mennyiségű búzát adtak össze, mint a korábbiakban. Jászlajkon-Szolnok megye korábban is az egység megtestesítője volt. A jászok, a kunok, a szolnoki és környékiek, a tiszazugiak együtt építjük ezt a vidéket már hosszú évszázadok óta. Örvendetes, hogy ezt újra és újra tettekben is igazoljuk. Soha nem látott összefogásra van szükség a következő hetekben, hónapokban, években. Nehéz időket élünk, ezért mindennél fontosabb, hogy óvjuk értékeinket, a nemzetet, a keresztény gyökeret és a családot.
Minden nehézség ellenére én azt gondolom, ennek a napnak az ünnepről kell szólnia, hiszen a lelkükben, mert van hitünk, van erőnk és van kitartásunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jászlanykó Szolnok megye mára az ország egyik leginkább fejlődő, gyarapodó részévé, térségévé vált. Bővül gazdaságunk, egyre többen dolgoznak, fejlődik a sportélet, szépül a megye. Elmondhatjuk, jó itt élni, jó itt családot alapítani. Ezért azt gondolom, hogy országunkban, térségünkben, településeinkben olyan emberekre van szükség, akik ezt fenntartják, ezt az állapotot erősítik, és a fejlődés útját követik. Olyanokra, akik magukénak érzik államalapító királyunk gondolatait, és élni tudnak az ország, a megye és a település adta lehetőségekkel. Szeretnék gratulálni mindazoknak, akik a mai napon kitüntető elismerésben díszpolgári címben részesülnek. Köszönöm, hogy Karcag város és térségének a fejlődéséért végzett páratlan munkájukat. Ne feledjük, közös feladatunk, hogy ezért a helyért, ahol élünk, amit örökül kaptunk, legjobb tudásunk szerint mindent megtegyünk. Érezzük át ennek a jelentőségét, kitüntető szerepét, és legyünk rá nagyon büszkék. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tiszteletem megköszönöm Főispán úr ünnepi gondolatait, köszönjük szépen. Felkérem Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt a kitüntetettek köszöntésére. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szent István napján az ünnepi önkormányzati ülés keretében kitüntetéseket adunk át azoknak a személyeknek, akik a város és a nagykunság érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. Karcag városi önkormányzat képviselő testülete Csikos Sándor, Jászai Mari díjas és Kossuth díjas színművész részére a városért végzett művészeti tevékenységéért díszpolgári címet adományozott. Felkérem Csikós Sándor urat, hogy a kitüntetést és az ajándékot szíveskedjék átvenni Szepesi Tibor polgármester úrtól. Bejelentem, hogy Csikos Sándor művész úr szólni kíván hozzánk. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő a karcagiak! Egy kicsit meg vagyok hatódva. 81 éves vagyok, és régen elmentem Karcagról, de a családom ősrégi karcagi család. Csíkos János nagyapám közbirtokossági pénztáros volt, és most kaptam a unokatestvéremtől egy fényképet, ahol mint az iskolaszék elnöke áll az öreg iskola udvarán. Édesapám nemzetgyűlési képviselő volt, édesanyám pedig az itt látható kunhímzések elismeréseképpen népművészet mestere lett. Én itt jártam a gyerekkoromat, ami hát nagyon keserű időben, de mégiscsak visszaemlékezve szép volt. Szép volt a
tehénlegeltetés közben focizni a mostani kórház helyén, vagy az öreg iskola 50 centis vastagságú falát átugorni, mikor a zászló felvonásról lekéstünk. Egyszer Szakonyi Károly író barátommal sétáltunk, és beszéltem neki Karcagról. A redencióról, meg Györfi Istvánról, meg Iés Gyula véleményéről, aki azt mondta, hogy Györfi István nem a magyar nép tudósa lett, hanem a magyar nép tudósá vált benne. És azt mondta Szakonyi Károly, hogy milyen jó, hogy neked van egy ilyen Karcagod. Hát valóban nekem nagyon jó, hogy van egy Karcagod, nagyon sokat adott nekem. A kunság, a redemció, az öntudat. És mindenütt hangoztattam, hogy én karcagi vagyok. Olyannyira, hogy amikor Kazinczy díjat kaptam, az miniszteri kitüntetés volt, és megjelent a magyar közlönyben a következő aláírással: Csikos Sándor a Karcagi Csokonai Színház tagja. Most egy olyan verset szeretnék elmondani, ami a 20. században íródott, Tóth Árpád írta, de olyan romantikus hevülettel a hazaszeretet iránt, mint hogyha Petőfi Sándor korában keletkezett volna. Tóth Árpád fénylő búza földek között. Ha olykor lassú esti sétán az országút merengve páros sor jegenyét messze járom, és mögöttem elmarad a város, megállít a nagy búzaföldek ragyogása az esti napban. Nyújtózkodnak a sárga táblák, fénylőn, komoran, mozdulatlan. Valahonnan az erdőszéről viszkető kis szelek sziszegnek, de keleti ős lustasággal a nagy táblák alig sziszegnek. Alszik a sűrű, jó magyar föld. S oly különös, ahogy sütteti sok busa kalászát, mint sörényét egy vén oroszlán, mely ide tévedt Európa hegyei és tengerei közzé, és vadásznak rája ezer éve, és ezer nyíl és háló kötözné. És már nem bánja. Elcsigázott remek teste elnyúlt a napban. Már neki mindegy. Várja sorsát fénylőn, komoran, mozdulatlan. Vagy tán egy bősz ugrásra vár még, s kalászvillantó esti tűzben nagy ősdőjét forralja lassan, félelmesen és nagyszerűen, s majd talpa nagyságos ütése végigrendül Európa hosszán. Mielőtt elaludna végképp, az Ázsiából jött oroszlán. Ki tudja. Ó, te furcsa, drága, vadbúval és bővérrel ázott komor magyar föld, csendes este megsimítom fénylő kalászot. Lásd engem kócos bús jobbágyok sarját, rég megtett gyermekének a finom és csábító nyugat, de látodra egy-egy régi ének, valami kancatejszagú dal. Lelkem őspusztáiból följön, jajgat a nap húnyó fényén, és meghal az esti búzaföldön. Köszönöm szépen a kitüntetést és a figyelmet.
Köszönjük szépen művész úrnak ezeket az értékes, emlékezetes perceket. Tisztelt hölgyeim és uraim! A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete Hodos Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal, Karcagi járási hivatal hivatalvezetője részére a város életében betöltött jelentős szerepéért Pro Urbe díjat adományozott. Felkérem Hodos Julianna asszonyt, hogy a kitüntetést és a virágot szíveskedjék átvenni Szepesi Tibor polgármester úrtól. Dr. Berkó Attila főispán úr köszönti a kitüntetettet. A járási hivatal dolgozói is köszöntik a kitüntetettet. Tisztelt megjelentek! A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete néhai Tyukodi László fafaragó művész részére művészeti tevékenységéért, posztumusz Karcagért emlékérmet adományozott. Felkérem Tyukodi László úr feleségét, hogy a kitüntetést és a virágot szíveskedjék átvenni Szepesi Tibor polgármester úrtól. Tisztelt hölgyeim és uraim! A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete Elek Eszter részére Karcagváros társadalmi, kulturális életének fejlesztéséért végzett tevékenységéért Karcagért emlékérmet adományozott. Felkérem Elek Eszter asszonyt, hogy a kitüntetést és a virágot szíveskedjék átvenni Szepesi Tibor polgármester úrtól. Kedves vendégeink! A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete az idén Németh Imréné, a Mozgássérült Egyesület karcagi csoportja vezetőjének részére a csoportban végzett példaértékű tevékenységének elismeréseként karitatív tevékenységért díjat adományozott. Felkérem Németh Imréné asszonyt, hogy a kitüntetést és a virágot szíveskedjék átvenni Szepesi Tibor polgármester úrtól.
Tisztelt megjelentek! A Karcagváros önkormányzat képviselőtestülete ebben az évben Karcagváros egészségügyi és szociális szolgálatai díjat a város lakosságának egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként Vajóné Szabó Zsuzsannának, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi Orvosi Intézmény vezetőápolójának és Szentesiné Kosztolnyik Beáta Mónikának, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ asszisztensének, valamint Pesti Csaba Barnabásnénak, a Kátai Gábor Kórház vezető ápolójának adományozta. Felkérem Vajóné Szabó Zsuzsannát, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény vezetőápolóját, hogy a kitüntetést és a virágot szíveskedjék átvenni Szepesi Tibor polgármester úrtól. Felkérem Szentesiné Kosztolnyik Beáta Mónikát, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ asszisztensét, hogy a kitüntetést és a virágot szíveskedjék átvenni Szepesi Tibor polgármester úrtól. Pesti Csaba Barnabásné vezető ápolónő a Kátai Gábor Kórház szemmelvejsznapi ünnepségén vette át a díjat. Felkérem Pesti Csaba Barnabásné vezető ápolónőt, hogy a virágot szíveskedjék átvenni Szepesi Tibor polgármester úrtól. Kátai Gábor Kórház dolgozói is gratulálnak a kitüntetetnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tájékoztatom a megjelenteket, hogy a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros közbiztonságáért díjat adományozott Vajós Sándor címzetes tűzoltó őrnagy úrnak, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kiemelt főelőadójának, Karcagváros közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként. A díj átadására a megyei tűzoltónapi ünnepségen került sor. Jenei József rendőr alezredes úrnak, a Karcagi Rendőrkapitányság közlekedési rendészeti osztályvezetőjének a város érdekében végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként. A díj átadására a rendőrség napja alkalmából került sor.
tisztelt megjelentek! Köszöntöm Szabóné Szentesi Máriát, a Madarász Imre Egyesített Óvoda tagintézmény vezetőjét, aki kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért miniszteri kitüntetést, Brunswick Teréz díjat vehetett át. Felkérem Szabóné Szentesi Mária asszonyt, hogy a virágot szíveskedjék átvenni Szepesi Tibor polgármester úrtól. Kedves vendégeink, köszöntöm dr. Berkó Attila Fő István urat, akit Orbán Viktor miniszterelnök úr újra megbízott a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal kormány megbízottjának, jelenlegi Fő Istvánnak. Felkérem dr. Berkó Attila Fő István urat, hogy az ajándékot szíveskedjék átvenni Szepesi Tibor polgármester úrtól. Kedves vendégeink, köszöntöm Hóba Imre Csaba urat, akit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei küldőgyűlése 2022. június 16-án megtartott alakulőrésén ismételten megválasztotta elnöknek. Hóba Imre Csaba úr később veszi át az ajándékát polgármester úrtól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy 2022. augusztus 17-én Szolnokon a megyeházán díjátadó ünnepség megtartására került sor, ahol Varga Mihály pénzügyminiszter Jász-Nagykun-Szolnok megye díszpolgári díjban, Gyurcsek Jánosné nyugalmazott termelési igazgató Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdasági díjban, dr. Kanász Nagy László osztályvezető főorvos Jász-Nagykun-Szolnok megyei egészségügyi díjban, orvos Tóth Endre Sándor, a karcagi Huszár Bandérium strázsamestere Jász-Nagykun-Szolnok megye Európa díjban, Lévainé Kovács Róza, intézményvezető helyettes Jász-Nagykun-Szolnok megyei pedagógiai díjban részesült, Karcagváros Birkafőző Fesztivál, a Karcagi Város Önkormányzat pedig Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai értéke címet kapott. A kitüntetteket Szepesi Tibor polgármester úr és Gyurcsek János alpolgármester úr köszöntötték a megyeházán. Valamennyi kitüntetetnek szívből gratulálok, további munkájukhoz jó erőt, egészséget, sok sikert kívánok! Kedves vendégeink! Kérem, fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat! Közreműködik Kocsis Csaba és Micura Erik Denton, valamint Koppány Mária előadó művész. Thank you.
Yeah.
Thank you.
előadóink műsorát, Kocsis Csabát és Micura Erik Denton előadó művészeket hallhattuk. Köszönjük szépen előadásukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Karcagváros önkormányzata nevében szívből gratulálok valamennyi kitüntetetnek, további munkájukhoz jó erőt, egészséget, sok sikert kívánok! Tisztelettel megkérjük Önöket, hogy minél többen vegyenek részt további ünnepi eseményeinken, a Szent István napi ünnepségek rendezvényein. Ma délután 16 órakor a Dériné Kulturális Központ második emeleti dísztermében Bod László festőművész emlékkiállításának megnyitására kerül sor. Ezt követően 19 órától itt a Városháza előtt kulturális műsor kerül megtartása, többek között fellép Malek Andrea és a Fiesta együttes is. Holnap augusztus 20-án szombaton 9 óra 30-kor a római katolikus templomban a Benyus családi kórus és zenekar egyházzenei áhítatát követően 10 órakor búcsúi szentmise és körmenet a Szent István szoborhoz, majd kenyérszentelés. Itt a Városháza előtti téren 14 óra 30 perctől mezőgazdasági gépek felvonulására kerül sor, majd a templom kertben különböző kulturális programok, játszótér, légvár, kézműves foglalkozások várják a gyermekeket, miközben 15 órakor Csángó magyar fiatalok bemutatkozására is sor kerül, 16 órától pedig színpadi programok közben Cető Roland, Fritz Éva és Detti szórakoztatják majd a jelenlévőket. A Városháza előtt 5 órától óriás buboréksó várja a gyermekeket, majd 20 órától Bohém Karnevál, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar koncertjével zárul majd a holnapi ünnepi program. Augusztus 21-én vasárnap pedig a sportolni vágyókat várjuk majd egy kerékpár túrára, hiszen Karcagról Berekfürdőbe fog tartani a kerékpár túra egy kis csavarral Tilalmason keresztül, tehát nem egy könnyű túrára várjuk majd az érdeklődőket, mint egy 30 kilométeres családi túrára. Természetesen nem olyan óriási sebességgel fog majd ez zajlani, mint mondjuk egy kerékpárverseny. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok majd mindenkinek ezekhez a programokhoz is. Tisztelt ünneplő közösség, megköszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. Megköszönöm a rendezvény valamennyi közreműködőjének és szervezőjének a munkáját. Az ünnepi önkormányzati ülést bezárom. Kérem Önöket, hogy ünnepségünk zárásaként közösen énekeljük el a szózatot. Zongorán kísér Koppány Mária előadó művész.